te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Mi újság van? Köszönöm kérdéseteket. Ettem puliszkát a hétvégén. Na jó! Fantasztikus volt. Szüleim készítették. YouTube-ról sem? Volt benne tejtermék, itt most volt benne, mert szüleim úgy készítették, és nem utasítottam vissza. Nem, pörc az nem volt benne, de... Szüleid is vegán? Meg lehet csinálni. Nem. Ők nem vegán. Nem. De figyelemmel kísérik a pályánkat, a pályámat. Húsot sem szerepel az ételünkben. De nekik meg van a maguk fűszerezése és világa. De fantasztikus volt ugye az ízvilág, úgyhogy ők nem csodálkoztak rá annak idején, amikor vega lettél? Nem mondták azt, hogy tettek föl kérdéseket azért. Igen, de elfogadták. Meg ugye az élet az hozza, tehát hogyha valami működik, akkor az idővel kiderül az egészségi állapoton, az erőléten, tehát hogyha mondjuk ilyen beteges, gyenge állóképességű az ember, akkor csak látja, hogy ez nem működik. Itt mi az ellenkezőjét tapasztaltuk. Magyarázatot követelek arra a pólóra, ami rajta van a Gáboron. Nézd meg a feliratot. Mi egy menő motormárka. Nagyon laza, fekete rövidújú póló, nem? Ugye? Tényleg, nagyon. Nem. Semmi előadás, semmi fellépés? Nem, most nincs. Ezt kaptam. Aha, nagyon menő. Azt hittük, szereted a motorsportot. Kevésbé tudnának elképzelni egy ilyen ezres, nem tudom, motoron, de hogy... Ne, ezres, király kategória, érted. Motorozol? Nem motorozol, nem? Nem. Volt egy idő, amikor szerettem volna, és vásároltam is egy nagy motort, de nem volt jó vásárlás. Mire visszavittem a motort, már a pénzt is nem, tehát nem szerették volna visszaadni, egy elég kellemetlen üzleti tranzakcióm volt. Utána a szüleim lebeszéltek. Szóval palira vettek. Mondhatjuk így is, igen. De úgy vettél motort, hogy nem is volt jogsít, vagy megcsáltatod a jogsít? Nem, volt motorjogosítványom már, csak a vásárlásban nem voltam járatos. Hát mind a mai napig küzdök az ilyesmivel, a műszaki dolgokkal, és hát szépen becsaptak. Utána át kellett gondoljam az életemet, hogy hogyan tovább, mert elég sok a motorba esett. Egyébként abban az időben aztán maradtam a kocsinál. Hát én minden évben elhatározom, hogy megcsap motoros jogsít, és elkezdek motorozni, de 40 évesen már olyan kellemetlen. Tudod? Miért lenne kellemetlen? Hát, mert azért azt mondják, akik valójában motoroznak 20 éve, hogyha nem tanultál meg eddig motorozni, akkor 40 évesen az már kicsit ilyen divat motorozás. Tehát egy komoly motoros azt mondja, hogy mikor kell, na jó, akkor hagyjuk. Tehát, hogy meg lehet, csak én félek, hogy nem tudnék jól motorozni, február 12-ére vagyok beírva egyébként Kressz vizsgára. Egy kérdést nem láttam még egyébként, de most elhatároztam, hogy idén tavasszal megcsinálom a motoros vizsgára. Dehogy cikját, gondolj, Deus a Johnnyra, a Búzes Sanyira. Jó, de 20 éve motoroznak. Jó, de azért más, azért már 50-ek voltak. Igen. Meg azért veszélyes, mert ugye egy balesetben bárki is a vétlen vagy a vétkes fél mindig a motorossal meg, vagy majdnem mindig. Tehát azért ezzel vigyázunk, hogy a tér az szinte, hát egy eséskor, ugye a térnek annyi, utána már igen, nem tudom. Nem nagyon lehet. Te meg ott egy gyerek, tudod. Szóval, hogy az ember elgondolkozik. Jó, vigyázz, ez az. Majd az okos-magos helyre ráncsa. Figyelj, mielőtt belemennénk a mai témába, hogy tegnap fölmerült egy kérdés egy hallgatótól, hogy miért van pocsék íze minden diabetikus cuccnak. És megígértük, hogy mi azt megkérdezzük tőled. Egyébként tényleg igaz, hogy az édesítők miatt, vagy én nem tudom mi miatt, de bármi miért diabetikus, nem tud olyan íze lenni, mint ha sima cukorral készült volna, legyen szó csokiról, süteményről, hogy mi adja. Konkrétan a csokikra kérdezett rá, hogy igen. Miért nem lehet egy normális szelet csokit kapni. Mi adja ezt a fura, itt az édesítőszerek? Igen, a cukor helyett használt, mondjuk nyírfacukor, vagy eritrit, stévia, mindegyiknek más, tehát olyan édes ízt, mint a cukor, a szaharóz, nagyon kevés anyag hordoz. Mert az édes ízek között is nagy különbségek vannak. És a stéviának más típusú édes íze van. A nyírfacukornak is. És ezért ráadásul a cukornak, tehát a szaharóznak, a finomított cukornak van egy íz összekapcsoló szerepe, hogy egészen telt ízt ad egy csokoládénak, egy cukrozott élelmiszernek, és ezt a hatást nem adja. Nem adja a stévia, nem adja a többi, és ezért azt a megszokott cukros ízt azt nem kapjuk vissza. Tehát akkor az édesítőszerek a ludasak ebben tulajdonképpen, hogy nincs ugyanolyan íze egy édesítőszeres csokoládénak. Igen, de számtalan édesítőszer van. Ugye a mesterséges édesítőszerek igyekeznek megközelíteni a cukrot, ezért gyakran előfordul, hogy időnként, hogy az emberek ezt jobban szeretik, mondjuk egy aszpartám, egy szaharinos, mert az kevésbé tűnik fel. De mi ugye nem annyira javasoljuk ezeket, hanem inkább a többit, inkább a természetesebb alapúakat. Vagy ugye beszéltünk itt a kókusz virágcukorról beszéltünk. De még egy mauritiusi barna cukor is lehet jó, ugye egy melasszos barna cukor, csak ne a fehér. Na, hát akkor ez az oka, megkaptuk. Ez még tegnap merült föl, mert nem is emlékszem, hogy. Na, érdekes téma, amit hoztál, én már néhány mondatban felvezettem, hogy megint valami 50 vagy 100 éves, hát nem is tudom, hogy sztereotípia, vagy hitrendszer megdőlni látszik, igen. Ugye?
mert ugye a fehérjékről beszélsz egy kicsit nekünk, ami azért érdekes, mert a gyerekeket mindez idáig mindenki az elmúlt 50-100 éven fehérjével tömte, hogy ez milyen jó a gyerekeknek. Így van. Fehérje alapú anyatej tápszerek, vagy anyatej jellegű tápszerek, ugye fehérje alapú táplálkozás a gyerekeknél, hogy ez milyen jó, és mennyire kell az ő csontrendszerüknek, meg a fejlődéshez. Most valaki kitalálta, hogy ez tök nagy hülyeség, és az elmúlt 50 évben rosszul letettük a saját gyerekeinket, és adjunk nekik minél kevesebb fehérjét. Ez így van? Ez igen. Igaz? Igen, egy történelmi jelentőségű hír ez. Úgy emlékezem, hogy itt a Klassz FM-en is volt ez hír a hírblokkban, talán egy héttel ezelőtt, de szeretném megerősíteni, hogy a hír igaz, és ez egy követéses... Istene! Ezt nagyon szeretném megerősíteni, a hír igaz. Igen? Tehát ugye arról van szó, hogy sokan azt hiszik, minél több fehérjét kap a gyerek, főleg egész kiskorban, annál jobban fog fejlődni. Ehhez képest a valóság az, követéses, hosszú távú vizsgálatok igazolták, hogyha a gyermek a kora gyermekkorban, csecsemőkorban, kisgyerekkorban, egészen 2 éves korig túl sok fehérjét kap, akkor a zsírsejtek száma jelentősen mérhetően növekedni fog, vagyis a gyermek hajlamosabb lesz a későbbi elhízásra, és nem kizárt, hogy akár 3-szoros a kockázat. Tehát a fehérje, amiről sokan azt hitték, hogy majd egy fogyókúra, egy jó zsírégető program alapja lehet, egyébként későbbi felnőtt korban ez nem kizárt, de itt is a minőség és a mennyiség nem mindegy. Jó tudni, hogy a gyermeknek ugye 6 hónapos korig az anyatej a kötelező táplálék, de ahol nincs anyatej, ott is vigyázni kell, mit választunk, nehogy a magasabb fehérje tartalmú élelmiszerek, vagy hát ugye a speciális élelmiszerek közül válasszon a szülő, tehát itt is figyelni kell. Na, bocsánat, de ezek a gyerektápszerek, ezek nem kiegyensúlyozottak ebből a szempontból? Különbség van közöttük. Vannak olyanok, amelyek komoly kutatási háttérrel rendelkeznek, és igyekeznek megközelíteni az emberi női anyatej összetételét, illetve világszerte és az Európai Unióban is egy tendencia, hogy csökkenteni kell ezek fehérje tartalmát. De az anyatejben is, ha jól tudom, ami 0,1% nem, a fehérje? 1,2. Hát a tehéntejben 3,5. Ráadásul a tehéntej fehérjében a jól ismert kazein fehérje van, ami számunkra nagyon nehezebben felbontható, míg az emberi női anyatejben az albumin, tehát a jobban emészthető fehérjék vannak. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a tehéntejjel pusztán vagy natur tehéntejjel lehet pótolni az anyatejet egyrészt, másrészt 6 hónapos kor után egészen 2 éves korig is ez a folyamat fennáll, vagyis hogyha már nincs anyatej vagy vége ugye a 6 hónapos anyatejes táplálásnak, és a szülő adja a kis husikát, sajtocskát, fehérjéket, mindenfélét a gyereknek, mondván hadd fejlődjön, hadd legyen jó ereje, izomzata majd a gyereknek, ezzel a túlsúlyát fogjuk elősegíteni. Ez szuper. Ez azért szeretem az ilyen híreket, mert tényleg, tehát, hogy most már az ember csak kapkodja a fejét, és ez most már tényleg felhúzza magát. Tehát eddig az volt, hogy sok fehérje. Aztán kiderül, hogy nem sok fehérje. Akkor kiderül egy másikról, hogy edd azt, mert az nagyon jó, fél év múlva kiderül, hogy az se jó. Tehát itt tényleg minden órában, vagy minden pillanatban születik valakinek egy agymenése, hogy ezt most éppen mit lehetjük. Ezt most kitaláltuk, hogy ez honnan mi a forrás? Jelenleg a Magyar Gyermekorvosok Társasága állt mögé, illetve a Pécsi Tudomány Egyetem gyermekgyógyászati klinikája is mögötte áll, tehát ez nem egy zójában lett dolog, amit valaki tudom, kitalált és most publikált. Hát hazai kutatás. Igen, illetve úgy tudom, hogy külföldi kutatás, ami mögé állt a hazai szakma is. Azért nem mindegy, hogy milyen szakterületek vannak mögötte, tehát sikerült annyi bizonyítékot szerezni, hogy már a szakma mögé tudott állni. Tehát ez nem tehát ez a kutatás való. Most ugye akkor arra vonatkozott, hogy aki sok fehérjét fogyaszt 2 éves koráig, az könnyebben fog elhízni. Több zsírsejtje lesz. Jó, több zsírsejt. Arra is vonatkozott, hogy ha ezt elvesztük tőle, tehát vagy csökkentjük radikálisan a bevitt fehérje számot, akkor az kihat majd arra, hogy ő egészséges lesz, jól fejlődik? Nyilván az ellenkezője is igaz. Ahol az anyatejből van bőven, ugye aminek 1% a fehérje is nem 3, meg ennél több, ilyen esetekben kisebb az elhízás veszélye. Tehát volt egy kontrollcsoport, ugye, és volt egy olyan csoport, ahol több fehérjét kaptak. Egyébként felmérték Magyarországon, hogy a bölcsődés óvodáskorú gyerekek túl sok fehérjét kapnak. És ezzel a fehérje mítosz úgy tűnik, hogy romba is dől. Szeretném hozzátenni, hogy a fehérjére szükség van, nehogy valaki rögtön a gép elé jön, hogy akkor már megint mit tegyünk, meg mit ne együnk. Ugye úgy tudtuk, hogy a zsír és a szénhidrát hízlal. Ez továbbra is így van. Úgy tudjuk, hogy a mozgáshiány, a gyerekkorban a sok hasonlóval a mozgáshiány hízlal, ez is így van. Tehát ezek nem dőltek meg. Az dőlt meg, hogy ha valaki fehérjét fehérjével ad a gyereknek, akkor a gyerek majd jó szálkás izmos lesz felnőtt korában, nem igaz, kövér lesz, vagy kövér lehet 3-szoros eséllyel.
Tehát zöldség, gyümölcs, olajos magvak, mondjuk egy éves kor fölött ugye a lesz. A zöldség, gyümölcs egy 4 éves gyereknél azért az, szóval, hogy mindannyiunknak van gyereke, azért ez nagy, akkor is. Az nagy küzdelem. Főzelék, félék. Az nagy küzdelem. A főzelék az még csak, de azért. A lencsefőzelék, elmegy azért nálatok. A lencsefőzelék nagyon. Zöldborsó. Azokat nagyon, nagyon. Ezek értékes fehérjeforrások. A tejtermékeknél azt mondanám, hogy a savanyított tejkészítmények szerencsésebbek, mint a natúrtej. Tudjuk, hogy a kazein ez elég allergén anyag, tehát a gyermeknél itt is vigyázunk, és keresünk új fehérjeforrásokat. Korábban beszéltünk ugye itt a növényi fehérjékről, illetve ugye a szója sem minden szempontból jó, sőt, tehát más típusú fehérjeforrások után. A barnalis fehérje. Barnalis fehérjéről beszéltünk. Én személy szerint fogyasztom a tökmag fehérjét, illetve a diófélek fehérjéjét. Jó, csak ugyanakkor meg azt olvas az ember, hogy az agynak pedig nagyon fontos a fehérje bevitel. Igen, tehát, hogy igen, csak az ember lassan, az első két évben, az ember lassan fejlődik. Így van, és jó tudni, hogy a biológiában minél gyorsabban fejlődik, növekszik egy élőlény, annál magasabb az ő anyatejének a fehérje tartalma. Az egereknél például rendkívül magas 10-15% a fehérje tartalom az egér anyatejében. De az ember olyan teremtmény, aki lassan fejlődik, és ezért a vitaminok, ásványok, szénhidrátok, zsírok és a fehérjék egyensúlyt tartanak, ha ez fölborul, és én tolom a húst, a sajtot a gyereknek, akkor túl sok fehérjét kap, de nem kap elég vitamint, ásványt, meg zöldséget, gyümölcsöt alig eszik, innentől kezdve az egyensúly felborul, a szervezet is felborul, és az inzulin háztartást nem csak a szénhidrát, vagy a cukor, vagy a kenyér, hanem a kisgyermekkorban adott túl sok fehérje is befolyásol. És azok a diéták, amik fehérje alapúak felnőtt korban, akkor nem a zsírsejteket táplálják? Hát van egy csomó, ahol ugye erről szól, hogy minél kevesebb szénhidrát, minél több fehérje. Szerintem szükséges a fehérje, sportolóknál szükséges a fehérje, hasznos. Egy sportoló egyébként le is mozogja jó részét. Arra figyeljünk, hogy a felesleges fehérje fog belejátszani a zsírsejt képződésbe, felnőtt korban is. És ugye itt bizonyos étrendi irányzatok, amelyek fehérjére alapoznak, ugye külföldről az Atkins és más diéták jöttek, ezek sem mindig segítenek, hogyha egy gyermek, egy fiatal vagy egy felnőtt túl sok fehérjét eszik, a felesleges fehérje, mondjuk valakinek 60-70-80 g fehérjére van szüksége, Magyarországon 120 g fehérjét eszünk, a felesleg 40 g. Ez rosszabb élnek, ez rosszabb vesének, egyébként kisgyermekkorban is károsíthatja a vesét, rossz az idegrendszernek, és a felesleges fehérjék szerepet játszhatnak esetleg egy zsírsejt képződésben. Tehát ez egy új hír, és ez megdönteni látszik azt a mitoszt, hogy a fehérje mindenre a megoldás. Egyrészt én inkább, ahogy mondtam, növényi fehérjéket ajánlok, jó összetételű fehérjéket javasolok, és nem feltétlenül a kazein fehérjét. Az állati fehérjét erre gondolsz? Állati tejfehérjét, aha, igen. Vannak olyan húsfehérjék, mondjuk a hal, ami sokkal szerencsésebb, jobban felszívódik, a hüvelyes fehérje, és egy éves kor fölött a diófélék fehérjéje is hasznos. Azért nagyon nehéz ez, szóval, hogy én nem is tudom, hogy tudsz így normálisan nem egyáltalán táplálkozni. Tehát itt van az Atkins, ami azt mondja, hogy egyél sok húst, mert az nagyon kell zöldséggel, ne egyél szénhidrátot. Ott van a paleo, ami egészen más vonal, aki azt mondja, hogy kevés állati fehérje, az a hosszú életitka, és vigyél be inkább növényi fehérjét. Tehát mindenki hisz valamiben, és mindenki mondja kicsit a saját igazát, nem? De hogy nincs egy egységes platform azért itt az elmúlt 10-15 évben, tehát azért ennél exaktabb dolog lehet, mint hogy valaki azt mondja, hogy sok húst tegyél, egy másik embernek azt mondja, egyáltalán ne vigye be állati fehérjét. Hát ezek olyan egymásnak ellentmondó dolgok, hogyha valaki ebbe hisz, akkor az napra 6 kiló, nem tudom, sztéket, vagy marhát, nem tudom én, csirkét eszik. De gyönyörű gondolat. Ugye? A másik meg azt mondja, hogy ne vigye be állati fehérjét, mert a Kína tanulmány, lásd Kína tanulmány, minél kevesebb állati fehérje, és bebizonyították, hogy Kína különböző tartományaiban, ahol kevés az állati fehérje, ott viszont sokkal tovább élnek az emberek, és elmondják, hogy mennyivel jobb a növényi fehérje, vagyis zéróra, vagy minimális mennyiségre kellene korlátozni az állati fehérjét. Tehát minden igaz és minden ellenkezője. Tehát minden igaz és mindennek az ellenkezője és pont igaz. Nem? Most erről a tanulmányról is örülök, hogy ezt... Tehát itt az a kulcsa ennek az egész kérdésnek, hogy a fehérjére szükség van, testtömeg kilogrammonként 0,8 × 1 g fehérje, egyre jobban csökkentik, mint felnőtteknél, most már 0,8-at is mondanak, tehát egy 70 kilós, 80 kilós férfi mondjuk 65 g fehérjét kéne bevigyen, ehelyett ennek dupláját visszük be. Tehát én arról beszélek, hogy a felesleg hogyha okoz problémát. Túl túlzásba visszük. De hogyha valaki beviszi a 65-70 g fehérjét sportolónál, esetleg a testtömeg kilogrammonkénti 1,2 vagy 1,5. Szükséges is. Így van, akkor ott nem lesz felesleg, beépül, izomzatot épít. Csak ugye az a mítosz dől meg, hogy a felesleges fehérjéből sincs gond, nem okoz problémát, nyugodtan együk. Nem, ki kell számolni, kinek mennyi az igénye, és nehogy egy óvodás gyereknek valaki 50 g fehérjét adja, amikor 25-re van szüksége, nem fog segíteni, hanem ártani fog vele. A szervezet akkor is jól fog fejlődni, hogyha 25-30 g-ot kap.
És hogy most? Tehát ennél azért az ember a táplálkozás tudomány sokkal modernebbnek gondolja, mint hogy egy ilyen korszakalkotó felismerés egyébként 20-30-40 évvel azután jöjjön, vagy 50 évvel, miután 50 évig azt gondoltuk, hogy sok fehérje kell a gyereknek. Én szerintem a gyermekgyógyászat és az ilyen jellegű kutatások hozták ezt az eredményt, tehát nem felnőttekkel inkább, hanem kisgyermekeknél, csecsemőknél, és ugye ilyen kutatásokat nem végeztek régen, ráadásul több év vagy évtized kell hozzá, hogy egy ilyen eredmény megszülessen. Ezért mondom azt, hogy ez egy történelmi jelentőségű, mert ezt nem valaki kitalálta, hanem ez egy hosszú kutatás eredménye, ezért fel tudjuk ezt vállalni. Én örülök neki, mert 15-20 éve beszélünk arról, hogy szorítsuk egy picit meg a fehérjét. Viszont érdekes, hogy kisgyerekeknél a zsíradék adása nem okoz akkora bajt. Tehát azt mondja a szakma, hogy egy picit lehet bátrabban, nem, nyilván nem rengeteget abból sem, de nehogy valaki úgy éljen, hogy a gyermek jaj, nehogy meghízzon, mert mondjuk mind a két szülő hízékony, vagy túlsúlyos, akkor megszorítom a zsíradékot, és adom a fehérjét. Ez a sztereotípia, hogy kevés zsír, inkább sokféle, egyen sovány húst a gyerek az nem hízlal, de ne egyen, nem tudom, kacsamájas igen. Kenyeret, zsírral megkenve, mert felnőtt az korban rossz. Ez így van, tehát felnőtt korban a zsíradék megszorítás hasznos, kisgyermekkorban viszont nem, mert ugye a sejtfalak, az idegrendszeri működés, az zsíradéktól vagy zsírbevitelétől is függ, olajbevitelétől is függ, tehát olívaolaj, lemagolaj egy éves kor felett, ezek hasznosak, a zsíradéktól tehát nem félünk. A gyermek azokat a bevitt zsírsavakat jól fogja hasznosítani, felépíti a szöveteit belőle. Úgyhogy ez az új hír, és ezt most mi is emésztjük azért, mert ez egy komoly eredmény, és meglátjuk, hogy mi lesz a folyamánya ennek, mert azt gondolom még tartogat meglepetéseket. Ez nagyon érdekes dolog. Ezek, ez a 25 gram, ezt tudjuk, hogy nagyjából mennyi? Tehát még a gyerek megiszik egy pohár tejet, meg megiszik egy szelet sajtot, akkor bűnözöm, ha én ezt odaadom neki szülőként, vagy nagyjából ez a mennyiség tudható, hogy körülbelül ez a 25-30 gram? Ez két deci tejben van 6-7-8 gram fehérje, tejfehérje mondjuk. Tehát mind a kettőt be tudod dobni, a pohár tejet és a lapkasajtot is. A jó egészséges a lapkasajt. Ja, jó minőségű igen. Kis lapkasajt. A fehérje összetétel fontos. Gábor majdnem beesett a pult alá, meghallod egy lapkasajtot. Egy tál lencse főzelékben olyan 30 gram fehérje van, tehát az már intenzív. De bocsánat, akkor nem ehetsz meg egy tál lencse főzeléket? Mert az 30 gram? A gyermekadagban valószínűleg egy 20-22 gram. Felnőtteknél hát azért megehetsz, mert mondjuk Feri, te súlyodban itt élve. Engem ez az egész 100... nem érdekel, én azt teszem, ami nekem jól esik. Ja, tehát, hogy te jössz ezzel, nem sikerült megfogni. Visszafogott az oroszlán bajszát, mert ma még nem reggelizett, és engem ilyes megtámad valaki. Vigyázz, mert te leszel az áldozat. Meg itt maradunk. Igen, leharapja a bal kezedet, vigyázzál. De hogy akkor most a lencsét se? De. A hüvelyesek fehérjeje értékes, gabonák fehérjeje értékes, diófélék pláne, tehát ezekkel én azért élnék mindenképpen, de egy picit számoljunk, hogy egy diófélében ugye van egy 20% fehérje, a sajtokban van 15-20% fehérje, tehát hogy azért üljünk le egy picit számolni, most nem azt mondom, hogy kalkulátorral kell étkezni, mert már látom, hogy Balázs ezt fogja mondani, de nem. Tehát... Pont a dióról olvastam a minap egy gyönyörű cikket, hogy mennyire jó, ha adjuk a gyereknek, és sokat adjunk, és hogy az agyban milyen pozitív folyamatokat indít el, és mennyi eszenciális, néhány aminósav, nem adunk a gyereknek, mindenképpen adunk. De... Picit leszúró jelleggel éreztem ezt a néhány szem diót. Hát én egy maroknyi diót oda dobtam így a gyerek elé, de ez a néhány szem, akkor az néhány na, szem. Tehát azért nem az van, hogy itt elkaphatjuk a gyereket három megpucolt dióval. Tehát arra kell tekintettel lennünk, hogy egy felnőtt 80 kilós, vagy 90 kilós, a gyerek pedig mondjuk 15-20 vagy 30 kilós, egészen más a tápanyag igénye. Hát, de lehet azért... így élni, Gábor, azért tudod, hogy én abszolút mellette vagyok, sőt, együtt indítottuk. Együtt indítottuk ezt a rovatot útjára, és de nem tud az ember azért állandóan így számolni, gondolkodni, hát a gyerek eszik ezt, azt, igen, hogy ránézel, egy idő után ránézel egy két-három fogásos ebédre, és nagyjából a kalóriatartalma, a fehérjetartalma beugrik. Remélem előbb-utóbb így ehhez el tudunk érni, vagy körülbelül, hogy ez egy 25 grammos adag, ez egy 20 grammos adag. És utána ki tudjuk számolni, hogy egy nap mennyi fehérjét fogyasztott a gyerek, mennyi zsiradékot. Szerintem ez kialakul. Egyébként édesanyák is szoktak hívni, írni, és egyre többen olvassák. Tápanyagtáblázat című könyv megvásárlása, beszerzése szakmai könyvesboltokból nagyon hasznos. Nekem is megvan, lapozom. Nagyon sok értékes dolog van benne, különböző vitamintartalmak, és lehet tudni, hogy a gyermek ezzel az étellel mi mindent fogyasztott el. Szerintem ezek jók, és nem igényelnek diplomát. Kicsit ütni, vágni kell, szerintem kicsit mozogjon, és akkor megvagyunk, nem? Nem, szóval, hogy ma már kevés. Ma már kevés? Tehát ha én nem félek attól, hogy a gyerekem 8 és 6 órát laptopozik, hanem igenis lehajtom majd focizni, meg elviszem úszni, meg nem tudom, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. Tehát ez úgy gondolom össze
társul azért, hogy oké, károkat okoz az emberi szervezetben a gyereknél, de hogyha közben még 4 órát laptopozik, és egyáltalán nem mozog, mert a szülő is lusta, mint a bűn, és mindenhova autóval megy, és nem mozdul ki a természet, nem, akkor utána ebből lesz hát a kövér felnőtt. Most... Így van. 5 gyerekből 1 túlsúlyos, vagy elhízott Magyarországon. Azért ez rettenetes arány, tehát 20% a gyerekeknek, fiataloknak túlsúlyos. Régen azért ez nem volt. Hát, ez nem így volt, ebben mondjuk van igazság, hogy ez régen nem így volt. De nem is éltek annyira, vagy mi sokkal aktívabb életet éltünk annak idején, mint a mostani gyerekek. Hát, mi reggeltől estig pörögtünk, amikor ehettünk, akkor ettünk, de akkor annyit ettünk, amennyi belénk fért, vagy amennyit elénk raktak, aztán este beájultunk az ágyba, aztán látom, milyen szép szellettem. 50-100 évvel ezelőtt nem volt semmilyen tudományos értekezés. Mi volt más? Nézd meg, Feri, sokkal... szegénység volt sok helyen, és azért nem ettek sok fehérjét. De nézd meg, hogy sokkal egészségesebb, hogy nem volt ennyi feldolgozott élelmiszer, nem jutott el ennyi állati fehérjéhez, ott vasárnaponként volt hús, így rengeteg zöldséget, krumplit, hát különböző a fővárosba lehet, de... növényeket, ugye különböző főzeléket, tehát heti egyszer ettél húst. Az oké, meg utána kimentél és ledolgoztad. Ma már az, hogy ezeket a feldolgozott, felvágottak, stb. Mindenki eszi. Jó, azt értem, halomra, jó, de most nem csak a húsról van szó, arról van szó, hogy ne igyál tejet, ne egyél sajtot, ne egyél 2 tálencsét, csak egyet. Nem, hát egyél nyilván, érted? Csak észre, persze. Hmm. Érdekes hát dolgok ezek, hogy egy pillanatra a másikra, hogy megfordul. A lakosság 1/3 ugye tej érzékeny, vagy allergiás, 30-35% azért az is figyelemfelhív, hogy nem mindenkinek erőltetjük, van, aki jobban emészti, van, aki nem. A rostokról most nem beszéltünk, de más alkalommal beszélünk, vagy beszéltünk. Jó. Úgy, ez a kérdés, ez egy újabb oldal, tehát úgy vegyük ezt a hírt, hogy ez egy újabb oldala ennek a kérdéskörnek, tehát a fehérje sem mindentudó, itt is vannak problémák, ezzel is figyelünk, vigyázunk, mértéket tartunk. Oké, hát ez egy friss hír volt, örülök, hogy beszéltünk róla, még ha nehéz is ezt figyelni, szerintem jó hatunk. És mit szóltak ehhez a tormás most? Most akartok megköszönni, köszönjük, én már ugye kaptam egyszer. Nem is amiatt, csak hogy ez... Légy szíves, fogyasszátok el. Én ez megkóstoltam, nagyon finom. 2 liter, nem másfél liter. Tormás igazi most. Jó magyar kékszőlő, frissen préselt leve, nincs hőkezelve, hozzá néhány százalék reszelt torma, illetve ugye abban megérik, utána átfejtik, átszűrik. Nem romlik meg, nem romlik tovább. Meg, ez több hónapig eláll. Megfelelő arány kell találni, viszont ütős, látni fogjátok, de nem felejtkeztem el a tüzes vízről sem, amiről korábban beszéltünk, ez a 4-5 komponensű, az is érik már a kamrában, és hamarosan szolgáltatni nagyon fogom. Nagyon jó. Én már ezt kóstoltam, amikor ti kint voltatok nagyon külföldön, ez tényleg nagyon jó. Bár most, hogy így átgondoltam, hogy ez tulajdonképpen 4,5 liter meg nem született bor. Jaj, nekünk. Aha. Egy merénylet. Micsoda pazarlás. Hát milyen világ ez? Hát akarsz egy ilyen nagyon világban élni? Nagyon köszönjük, Gábor. Mit reggeliztél, Gábor? Ma erőséket fogyasztottam, nem volt sok időm. Ebben... Kértél egy séket, meg egy asztalt? Ebben volt kendermag, amaránt, forrázott amarántliszt, volt egy kis barnalisfehérje, volt tökmagliszt, mit tettem még bele, egy pici főtköles volt, hát ami maradt. Csak úgy, ami ott megmaradt, ugye a spájzban, nem? Egy kis forrott amaránt. Egy kis csokas sörítménnyel ízesítettem, pici nyírfacukor, helyesebben eritrit volt most benne, és jó nagy pohár, egy jó 6 deciliter sűrű erősség, elkortyoltam ezt egy 30 miben perc alatt. Miben nem raksz csicsókát? Ez egész délután. Fogmosóvizetbe? De most komolyan, te mindenben raksz csicsókát. De csak reggel, szinte csak reggel, mert akkor állítja be ez a vércukorszintet. Aha. Este nem jó? Este is jó, de fontos, hogy napközben ugye elkerüljük ezeket a hangulati és vércukor ingadozásokat. Berdich. Nincs kávészünet nálunk ezért, mert nem igényeljük. Berdich Murray-re mit mondasz, Gábor? Mondj valamit. Még egyszer. Hogy? Andy Murray, Thomas Berdich, mit mondasz? Ki nyer? Murray behúzza, vagy Berdich? Tenisz. Csak hát, ha egy laikus, egy szűz kéz mond valami olyat, hogy megtegyük tétjeinket. Utána kell nézzek. És erre sem mond csak úgy akármit, hanem azt mondja, utána kell nézni. Jól van, Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Értekezzünk, egy hét múlva folytatjuk. Jó? Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.